Egy kenyai falu tanára, Peter Tabachi nyerte el idén a pedagógusok Nobel-díjaként emlegetett Global Teacher Prize-t, amelyet vasárnap adtak át Dubajban. A díj 1 millió dollárral, azaz mintegy 280 millió forinttal jár. A tanár elmondta, hogy a pénzt iskolája felszerelésére fordítja, aminek még könyvtára sincs. Ezt visszaadom a társadalomnak, mert engem atyaként ellátnak élelemmel, ruhával, mindennel. Nagyszerű ez a pillanat, hiszen a társadalomnak lesz ebből haszna, mondta. A díjat a tanárnak a dubai korona herceg nyújtotta át a ceremónián, amelynek házigazdája a filmsztár Hugh Jackman volt. Peter Tabachi természettudományokat oktat középiskolásoknak egy vidéki falu iskolájában, amelynek mindössze egy számítógépe van, és az internet is nehezen elérhető.